A Jobbik elnöke szerint most nem külső nagyhatalmak fenyegetik a magyar szabadságot, hanem egy belső hatalmaskodó elnyomása és tébolya. Vona Gábor azt mondta, az ország napról napra sodródik vissza a kommunizmusba. Az élen egy diktátor, embereinek pedig mindent szabad. A Jobbik elnöke szerint utoljára Grósz Károly fenyegette meg úgy a magyarokat, ahogyan azt Orbán tette most. Vona Gábor azt mondta, nem félnek, és Orbán ugyanúgy fog járni, mint Grósz Károly. Vona Gábor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Hát Gyurcsány Ferenc meghívta önöket, és most már tudom is, hogy mit szeretne, legalábbis a 6 pontból egyet elárult itt az adás elején, vasárnap délután megbeszélni az ellenzéki pártok vezetőivel. Nagyon hamar reagáltak önök arra, hogy nem fogadják el Gyurcsány Ferenc tárgyalását, a többieknek és önöknek szóló tárgyalási lehetőséget. Miért nem? Szerintem eddig is világos volt, én nem is értem, hogy Gyurcsány Ferenc mire gondolt. Mi számtalanszor elmondtuk, hogy a Jobbik egyedül indul ezen a választáson, egyedül kívánjuk megnyerni a választást, és hogyha a választások után valamiféle matematikai helyzet arra kényszerít bennünket, hogy valakivel koalíciós tárgyalásba kezdjünk, akkor az az LMP vagy a Momentum lehet. Azok a pártok, akik az elmúlt 28 évért felelősek, MSZP, DK, Fidesz, ezekkel a pártokkal sem a választás előtt, sem a választás után nem kívánunk együttműködni. Nem is erről akar tárgyalni. Hát ez ott még az ünnepi beszédében is elmondta, hogy nem választási együttműködésről, és nem koalícióról szeretne beszélni. Hát akkor miről? A választási kampányon. Például parlamenti kormányzásról. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ezeket a kapkodásait nekem nem kell lereagálnom. Szerintem ő se szereti ám önöket. Tehát nem, beleszeretett a Jobbikba. Nem is várom el, de ezt gondolom, hogy azért nem ott tartunk, hogy jelen pillanatban Gyurcsány Ferenc a Jobbiknak bármit diktálhat. Tehát a Jobbik a legerősebb ellenzék. Hát nem, hát itt fölment egy olyan színpadra, ahol előtte még pár perccel Kunhalmi Ágnes arról beszélt, hogy a Jobbik az elveszett szavazat és Orbán Viktornak a terve, és nem is tudom, miket mondott. És befogta az orrát. De én nem is akarok velük foglalkozni, megmondom őszintén. Én a mai napon Orbán Viktornak azon mondatával szeretnék foglalkozni, hogy lényegében megfenyegette a magyar embereket, megfenyegette mindazokat az embereket, akik nem a Fidesz szimpatizánsai. Már azt gondolom, hogy még a jó szándékú fideszes, vagy józan gondolkodású fideszes emberek számára is rémisztő, hogy valaki hatalmi pozícióból fenyegeti az embereket. Utoljára Grósz Károly csinált ilyet 88 végén, de hát még ők se egy nemzeti ünnepen. Tehát ez egészen elképesztő, megmondom őszintén, még nem térek magamhoz ezzel kapcsolatban. Mi várható itt? Hát elmúlt 8 évben mit csinált Orbán Viktor a politikai ellenfeleivel? Tönkretette őket, megalázta őket, hazudozott róluk, mindenféle hatósági vegzálásnak tette ki őket. Mi van még, amit ő szeretne elérni? Agyon akarja lövetni az ellenfeleit, vagy mi várható még Orbán Viktortól? Én azt gondolom, hogy ez egy intőjel április 8-án mindenkinek, aki nem szeretné, hogy Orbán Viktor elégtételt vegyen rajta, csak azért, mert nem ért vele egyet, annak el kell menni szavazni, és a választási győzelem nem Gyurcsány Ferenc meghívásaitól függ, meg a bukott pártok egyeztetésétől, hanem attól, hogy legyen magas a részvétel. Ha magas a részvétel, akkor választási győzelem lesz. Jó, de van egy matematika, ezt ön sem hagyhatja figyelmen kívül, és ettől még nem kell beleszeretnie sem az MSZP-be, se a DK-ba, se az LMP-be, egyik pártba se. De hogyha a jelenlegi népszerűségi adatokat, vagy hát támogatottsági közvélemény kutatási adatokat nézzük, akkor egyenként se önöknek, se az MSZP-nek, se a DK-nek, senkinek nincs akkora ereje, hogy kormányváltást tudjon végrehajtani. Csak Hódmezővásárhely óta nem kell nézegetni ezeket a kutatásokat. Hát Hódmezővásárhely előtt azt jósolták, hogy 60-40-re fog nyerni a fideszes jelölt, aztán ebből lett 57-42 az ellenzéki jelölt. Ön azt gondolja, hogy a Jobbiknak többsége lesz a parlamentben? Azt gondolom, hogy a Jobbiknak jóval nagyobb a támogatottsága, mint amit a kutatások mutatnak, és hogy április 8-án meg fogjuk nyerni a választásokat. Igen, ezt gondolom, és számtalan oka van, hogy az MSZP-vel és a DK-val nem kívánunk egyeztetni. Egyrészt van egy erkölcsi oka. Szerintünk Magyarországnak megújulásra van szüksége, és az pedig új pártok kellenek. A másik ok az pedig az, amit Botka László mondott. Tehát nem is én mondtam, hanem Botka László, aki elmondta, hogy ő maga sem gondolta volna, hogy a Fidesz ilyen mélyen benne van a baloldalba, illetve az MSZP-be. Az, amit most Gyurcsány Ferenc csinál, az lényegében egy valakinek az érdeke, Orbán Viktornak. Orbán Viktor tud majd akkor ezzel riogatni, hogy úristen, itt van a kvótát támogatók szövetsége. Mi nem akarunk Gyurcsány Ferenccel közös politikát folytatni, sem a választások előtt, sem a választások után. Mi egyedül, de egységesen vágunk neki ennek a választásnak, mint a legerősebb ellenzéki párt, és abban bízunk, hogy ami Hódmezővásárhelyen megtörtént, az egész országban megfog. És hogyha nem lesz többségük a választások után? Erre mondtam azt, hogy a mozgásterünk... De az ellenzéknek viszont összességében többsége lesz, mint a Fidesznek, akkor mit csinálnak? Erre mondtam azt, hogy ebben az esetben az LMP vagy az új pártok azok, akikkel nyitottak vagyunk koalíciós tárgyalásra. Új pártok, hát az LMP-nek még lehet esélye bekerülni a parlamentbe, többieknek? Momentumnak is lehet.
És az LMP bekerül, akkor vele bekerül az Új Kezdet is, az is egy új párt. Hát azt most azért tekintsük egynek, hiszen nem két párt indulnak. Jó, akkor tekintsük egynek, de a mozgásterünk eddig terjed. Hogyha esetleg még más új párt is bekerül, akkor az is egy számunkra egy lehetőség, de egyetértek, ennek az esélyei minimálisak. Teljesen kizárt, hogy a választások után, hogyha matematikailag, számszakilag többségben vannak ellenzéki oldalon a pártok, és ebből beleérteni az MSZP, a DK, mindenki, és ezen múlik az Orbán kormány bukása, önök akkor sem hajlandók mondjuk egy parlamenti kormányzásra a többiekkel? Akkor a kisebbségben fogunk az LMP-vel egy nagyon jó kormányt csinálni, és olyan törvényeket beterjeszteni az országgyűlés elé, amelyet bárki, aki jó szándékkal, tisztességgel gondolkodik erről az országról, támogatni fog a parlamentben. Hát akkor vasárnap nem, viszont Szél Bernadett azt mondta, hogy ő szerinte ebből a tárgyalásból és ebből a semmi másról nem szólunk, hogy üljünk egy asztalhoz, ebből viszont nem hagyható ki a Jobbik, úgyhogy ő még nagyon-nagyon azon fog dolgozni. Ő 19-ét szabta magának határidőként, az mondjuk egy nappal van a vasárnapi Gyurcsány Ferenc féle határidő után, tehát hogy ő nagyon megpróbálja meggyőzni önt, gondolom személyesen, hogy üljön egy asztalhoz a többiekkel. Szél Bernadettel bármikor egy asztalhoz ülök, nem hiszem, hogy nekünk ahhoz szükségünk van Gyurcsány Ferencre, hogy mi egymással beszélgessünk. Nagyon szívesen találkozom vele bármikor. Nemrég ugye volt egy közös vitánk a diákparlament előtt, úgyhogy az LMP képviselőinek a mi ajtó mindig nyitva áll. Hogyha tárgyalni akarnak arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, hogyan legyen az oktatáspolitika, az egészségügy helyzete, nagyon-nagyon szívesen tárgyalunk velük, de azért ezt a kétségbeesett kapkodást, amit a baloldalon most látunk, ezt nem tudom másnak be, mint a gyengeség jelének. A Fidesz az egy erős párt, az erőt pedig csak az erő tudja legyőzni. A Jobbik pedig egy erős ellenzéki párt, a legerősebb ellenzéki párt, a kihívó erő. Mi nem fogunk belebonyolódni ebbe a baloldali bohózatba, ami most már nem tudom hány éve tart. Még egyszer mondom, erkölcsi okokból sem, de taktikai okokból sem. Tehát hogyha a Jobbik bármilyen módon is a baloldallal elkezdene egyeztetni, hát a szavazóinak a nagy része nem menne el választani. Miért, hogy több szavazatot kapna a Fidesz, mint jelen esetben. Szóval azt is látni, hogy taktikailag is helytelen ez a gondolat, amit sokan osztanak. Ennek erkölcsi, taktikai és számtalan oka van, hogy mi miért gondoljuk azt, amit gondolunk. Az LMP felé nyitottak vagyunk, tehát ez is jelző, hogy bennünk van nyitottság a tárgyalásra. Van nyitottság az együttműködésre. De a múltat már nem akarjuk visszahozni. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor számomra olyan, mint egymást tételező politikai szereplők. Amíg van Gyurcsány Ferenc, addig lesz Orbán Viktor, amíg van Orbán Viktor, addig lesz Gyurcsány Ferenc, hiszen egymásra tudnak mutogatni, egymásra tudják riogatni a magyar társadalmat, a magyar népet. Szerintem ők egyszerre fognak eltűnni a magyar politika színpadáról, és remélem, hogy az április 8-án lesz. Hát azért önre is és a Jobbikra is mutogatnak mindkét szereplők. Csak van egy óriási különbség. Minden politikusra mutogat valaki, csak van egy óriási különbség, mondjuk a Jobbik, az LMP és a többiek között, hogy mi még nem voltunk kormányon. Mi nem felelünk azért, amit az elmúlt 28 évben tettek ezzel az országgal. Mi új politikai szereplők vagyunk, lehetőséget, esélyt kérünk arra, hogy bizonyítsunk, és azt kérjük a magyar társadalomtól, hogy adjon lehetőséget most egy olyan politikai erőnek, aki még ezt nem kapta meg korábban, pedig 8 éve készülünk erre az országgyűlésben. Számtalan munkaóra van már mögöttünk, tapasztalat, számtalan önkormányzati települési vezetői tapasztalat, úgyhogy én azt gondolom, készen állunk a kormányzásra, már csak az emberek bizalma kell. Ha figyelmen kívül kell, hogy hagyjuk a közvéleménykutatási adatokat, és ez mondjuk Hódmezővásárhely egyik nagy tanulsága, akkor mondjuk azt is figyelmen kívül kell hagynunk, hogy ma a Fidesz rendezvényén, amely egy volt a békemenettel, nagyon sokan voltak, a Jobbikén nem olyan sokan. Jobbikén is voltak sokan, de tény, hogy a kettő között, a békemenet és a Jobbik rendezvények között azért volt egy mennyiségi különbség, nem is kevés. Csak ne felejtsük el, hogy a kormány esetében azért ez egy logisztikai feladat. Hát nagyon sok önkormányzati vezető, nagyon sok polgármester tudja megszervezni azt, hogy buszokkal szállítja föl a szimpatizánsait. De ez nagyon sok pénz is. Hát pontosan. Ezért mondom, hogy ez egy logisztikai kérdés. Majd április 8-án meglátjuk, hogy ki hány embernek a támogatásával rendelkezik. Ezt az utcai számolgatást szerintem most zárójelbe tehetjük, pláne Hódmezővásárhely után. Nagyon helyes volt ilyen értelemben a felvezetés, a kérdés. Mi április 8-án szeretnénk nyerni, és nem pedig az utcai számháborúban. Amit Orbán Viktor mondott, amit az előbb ön is említett, ez a bizonyos elégtétel, politikai, erkölcsi és jogi elégtétel, ez egyébként nem csak a pártokra vonatkozott, sőt azt mondta, hogy nincs, nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem valamilyen globális nagy felsorolás történt a civil szervezetektől elkezdve, mindenki beletartozott, média is, tehát gyakorlatilag mindenki számíthat erre a jogi elégtételre, aki nincs Orbán Viktorral. Pontosan, hát
ez az, ami rémisztő, ez az, ami szerintem ébresztőt kellene, hogy fújjon mindenki számára, hogy április 8-án föl kell kelni a fotelből, és nem nézni kell a tévéből az eseményeket, hanem el kell menni szavazni, le kell váltani ezt a kormányt, mert ennek a kormánynak az élén áll egy megzavarodott, megtébolyult ember, aki hatalmi pozícióból fenyegeti a magyar embereket. Hát aki két ciklus óta kormányoz, ráadásul 5 éven keresztül kétharmaddal. Hát annak sokkal elegánsabban, sokkal nagyvonalúbban, sokkal magabiztosabban kellene. Ön szerint, hogyha valaki egy kommunikációs szempontból ezt az eszközt választja. Hát pláne egy nemzeti ünnepen. De hát ez minek a jelen? Hát ez egy, hát szerintem egyértelmű. A félelemnek és a tébolynak a jele. Illetve a kettő összekapcsolódásának. Hát Orbán Viktor is érzi azt, hogy a bukás felé tántorog. Itt a békemenettel még egy nagy utolsót próbáltak lökni vagy dobni a helyzetükön, de hát azért a iradásokból is látszik, hogy nagyon feszült volt a békemenetel résztvevőknek a hangulata. Tehát mintha az ott vonulók is éreznék, hogy ez most nem 2010 és nem 2014, 2018-ban egészen más a dinamikája ennek a kampánynak. Jönnek sorba azok a botrányok, azok az ügyek, amik elképesztő. Tehát Kósa Lajos ügye az számomra felfoghatatlan. Hogy én oda mennék az édesanyámhoz, és azt mondanám neki, hogy anyu, itt van egy sertéstelep neked, meg szeretnék még 800 millió sikerdíjat is adni, az én édesanyám felpofozna, hogy te lopsz, fiam. Tehát én ezt nem is értem. És azért az emberek számára ez egyre inkább nyilvánvaló, hogy ami itt zajlik, az egy nemzeti szín köntösbe bújtatott hatalmas nagy lopás. És itt a beszédemben is céloztam rá, hogy már nem is a kommunizmusba tartunk vissza, hanem a feudalizmusba. De 1300 milliárd forintot ki tud ellopni? Honnan? Tehát mi a pénz eredete, hogyha ezt mondjuk ezzel a nagyon-nagyon furcsa szövevényes történettel, hogy örökség, repülőgép, kölcsönző, meg nem tudom, ilyen részvényes jogok, ezzel akartak volna tisztára mosni, akkor honnan származik egy ilyen hihetetlen nagyságú pénzösszeg? Hihetetlen, megmondom őszintén, én is csak kapkodtam a fejem, amikor kiszámoltam azt, hogyha 20 000-esekből kiraknánk ezt a pénzt, és ebből csinálnánk lényegében egy sétányt Kósa Lajosnak, hogy tudjon a 20 000-eseken sétálni, akkor Budapesttől Tokióig tudna 20 000-eseken sétálni ez az ember. Csak hogy értsék a kedves nézők, hogy mennyi pénzről van szó. 500 000 évig kellene dolgozni egy olyan embernek ezért a pénzért, aki nettó 200 000 forintot keres, ami Magyarországon azért nem számít rossz keresetnek. Szóval azt látjuk, és Orbán Viktor környezetében úgy tűnik, hogy mindenki meggazdagszik. Lázár Jánosnak a földjei között kinő egy vadászkastély, Semjén Zsolt házi rénszarvasokra vadászik Skandináviában, a miniszterelnök úr veje saját lábára áll, és lényegében szervezett bűnözéssel gyanúsítja meg őt az Európai Unió csalás elleni hivatala, és hát akkor itt van most Kósa Lajos, és mi jön még? És itt két lehetőség van, a miniszterelnök úr ezeket nem látja, tehát nem látja, hogy mindenki halomra lopja magát a környezetében, és egy balek. Másik? A másik lehetőség, hogy ő maga irányítja ezeket a folyamatokat, és az ő tudtával zajlik, hát nem tudom, melyik a rosszabb. Hát egyértelmű, hogy a második. És április 8-án ezért lesz a Jobbik kormány 0. lépése, az elszámoltatás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is. Most jön a híradó, aztán utána folytatjuk a nap eseményeinek megbeszélését. Lakner Zoltán és Gábor György lesz a vendégem. Várom önöket vissza.